Sziasztok! Isten hozott benneteket ismét a mai adásban. Ma a hitről fogunk beszélni. De hogy mégis mik ezek a keretek, amin belül erről szó lesz. Az Anamai Program oktatói vagyunk, Fanni, és én is. És hogy ha még nem hallottatok az Anamai Programról, hogy mi is az az Anamai Program? Az Anamai Program egy olyan mindenki számára végrehajtható energiagyakorlatokból álló rendszer, program, aminek az alapja a légzés, a mozgás és a koncentráció. És számos ember életében már hozott pozitív változást a módszer, és mi ennek a programnak a részei, az oktatói vagyunk. De több, bővebb információt találtok erről a honlapunkon, a www.anameprogram.com oldalon. Úgyhogy visszatérve a témára, a mai témánk az a hit lesz. Úgyhogy be is vágnánk, és Fanni, de hogy látod ezt? Itt a kapcsolatban, hogy... Hát beszéljünk szerintem először arról, hogy így számunkra talán mit jelent, vagy mit jelentett az életünkbe, és meg hogy milyen távlatai vannak még. Hát a hit számomra, hál' Istennek ez jelen volt az életemben mindig. Valahogy ez így ösztönösen megvolt, hogy tudtam, hogy nem vagyok egyedül a világban. Olyan értelemben, hogy körülvesz az égiek szeretete és törődése, és ez azért nagyban segített sok esetben, mert bármilyen nehéz helyzet jött, azért ez mindig tudott emelni. Illetve vagy ezáltal tudtam magamat emelni, illetve ebbe bele tudtam kapaszkodni. És emlékszem is erre, tehát ez így megvan, hogy ha nagyon nehéz volt, akkor én általában így lefeküdtem, így begubóztam, és akkor így figyeltem azt, ami körülvesz. És akkor abból töltekeztem, merítettem erőt. És viszont hit az is, és ezt nekem tanulni kellett, hogy teljesen megbízni az égiekben, hogy ők jobban tudják. Nekem ez ment nehezen, erre biztos emlékszem, hogy nekem mindig vannak jobb ötleteim, még mai napig, és hát ezekről kell lejönni, leszokni, hogy az egy dolog, hogy tudom, hogy szeretve vagyok, és megtartanak, gondoskodnak rólam, de amikor az ember mondjuk talán kevésbé van prízsben, vagy esetleg így a személyiség valamiért egy kicsit megpöccen, akkor azért elő tud fordulni, hogy jönnek azért jó ötletek, és születnek. És az is, én azt tapasztalom, hogy a hit része, hogy tényleg hagyni, hogy az legyen, ami föntről árad le ránk, mert alapvetően az szolgál minket a legjobban. Tehát ki van ez tovább? És abszolút értünk van. Úgyhogy én azt érzem, hogy nekem ebbe kell még a mai napig fejlődni, illetve a bizalmat növelni és megtalálni. Nem tudom, te hogy vagy a hittel? Össze nem tudom, hogy kapcsolódik a programhoz. Már okay. Ilyen testi szinten. Igen, az hogy kimaradt. A hit igazából az a fejtető területe. Hogyha a testszemélyekben gondolkozunk, ha csakránk van, akkor az a koronacsakra területe. El is szoktuk mondani az órákon, hogy a koronacsakrához az a terület tartozik, ide terület, hogy van-e hitünk, vagy hogy mennyire érezzük azt, hogy Isten a tenyeré hordoz bennünket. És az, hogy van-e hitünk, bennem ez elsősorban ahhoz kapcsolódik, amit Fanni elmondott, de igazából nagyon sok rétű ez a dolog, mert lehet abban hitünk, hogy elérem a vonatot, lehet abban hitünk, hogy egy nehéz helyzet jobbra fordul. Persze mindegyikbe bele lehet hozni, akár Istent is, vagy az égieket, de így földi szinten, így emberi kapcsolatok szintjén is, a saját magunk szintjén is bele tudjuk azt hozni, hogy hiszek magam, hogy le tudom futni a maratont például. Ilyenekben. Az, hogy hozzám hogy kapcsolódik igazából, valószínű ez én igazából nem is emlékszem pontosan, hogy ez hol kezdődött. Arra biztosan emlékszem már, hogy elég vallásos neveltetésben volt részem, tehát így az iskolai oktatás mellett akkor még nem volt a hittan része
feltétlenül az oktatásnak, illetve az erkölcstanhittan. Nekem külön kellett még hittanórákra járnom, úgyhogy a délután az ezzel telt, és ez adott egy ilyen alapot ennek, ami tök jó volt, mert megismerhettem, hogy mégis egy bizonyos része, szegmens a világnak, hogy kapcsolódik ehhez a képhez, amit Istennek is hívhatunk. És nyilván rendszeres templomba járásra társult ez, minisztráns fiú is voltam, és igazából így nagyon jó alapot kaptam. De én azt mondom, hogy nem ez miatt van meg az a hit bennem, ami megvan, hanem igazából ezt nem tudom mióta vagy hogyan van ez nálam. Azt tudom, hogy van egy nagyon erős kapcsolódásom így fölfelé, és így akár Istennek is nevezhetjük ezt, miben hiszünk, de bárminek, nincs is jelentősége minek. Hiszünk abban, hogy valami nagyobb rendező elv igazgatja a szálakat az életünkben. És nekem ez így valahogy mindig megvolt. És voltak olyan problémás helyzetek, nehezebb helyzetek, élethelyzetek, hívhatjuk akár tisztulási tüneteknek is, mert már akkor gyakorolóként, illetve már oktatóként is részt vettem a programban, hogy muszáj volt használni ezt egy picit, hogy higgyünk abban, hogy ez tud változni, mert az ember azt érezte, illetve legalábbis én akkor azt éreztem, hogy itt most nincsen se előre, se hátra. Ott egy dologba tudtam kapaszkodni ebben a hitben, hogy ez így tud változni. Abban az állapotban, hogy voltam, így abszolút a fókusz így teljesen beszűkült a külvilág felé, a racionális gondolkodás, illetve maga a gondolkodás, csak nagyon pici léptékben tudtam gondolkozni, most hogyan tudok tovább haladni abból az élethelyzetből. De ott volt az a tudat bennem, amit hívhatunk hitnek is, hogy ez így valahogy meg fog oldódni. És igazából kaptam segítséget is hozzá, és nagyon klasszul elindult ez a lépegetés fölfelé ebből a problémából kifelé. Úgyhogy nálam így nagyon-nagyon gyorsan, így kronológiailag így történt ez a hittel kapcsolatos dolog. Nálam ez mindig egy ilyen élő dolog, hogy én nem csak akkor szoktam így gondolni, vagy gondolkodni fölfelé, hogyha akár probléma adódik, vagy ha baj van, hanem van egy ilyen nagyon-nagyon kellemes így bekötés, ha ezt lehet így nevezni, és most a mesterkurzus óta, ami a hétvégén volt, ez még erősebben érzem azt, hogy itt a fejtető fölött, mint hogy átrendezték volna itt a vezetékeket, átstruktúrálták volna. Úgyhogy nekem így kapcsolódom igazából a hithez, és igazából ez egy ilyen hasznos dolog. Nem azt mondom, hogy szükséges, mert maga a program enélkül is működik, tehát nagyon sokan úgy jönnek el, hogy nem hisznek magában az egészben, nem hisznek abban, hogy picit jobbá válhat az életük, egy picit boldogabban tudják élni a hétköznapjaikat, és mégis azt tapasztalják, hogy energikusabbá válnak, egy picit jobban a középpontjukba sikerül nekik beállni, stabilizálódnak sokan, és ezáltal nincs úgymond szükség arra a hitre, és ez miatt érdekes is, mert hogyha meg tudjuk tapasztalni, akkor már rögtön van egy ilyen bizonyosságunk, és nem kell egy ilyen olyan valamiben kapaszkodni, ami igazából egy ilyen feltételezés, hogy vajon vannak-e égiek, van-e Isten. Bizonyos szinteken legalábbis ez egy fontos kérdés, ami nem baj különben. Tehát én azt látom, hogy a programban jó, hogyha van hite az embernek, de nem ez viszi előre, nem a gyakorlás. És az önmagatokba vetett hit az sokkal fontosabb, én azt gondolom. A többi meg majd úgy is jön magától, ahogy megyünk előre ezen az úton. Úgyhogy én ezt így, így az én részem. És te ezt hogy éled meg ezt a gyakorlatban? Igen. A gyakorlással például, a gyakorlókon keresztül, hogy mi az, amit tapasztalsz, hogy mit tud adni ez a szócska, vagy ez az érzés, hogy hit. Hát ez az Isten a tenyerén volt, ez egy érdekes dolog, mert én egyébként ehhez a gyökércsakrát is hozzávenném, mert annak van egy ilyen megtartó mélysége valahol, ami szintén, tehát ez a... biztos ismeritek, vagy hát tudjátok, hogy ez a program nem úgy működik, hogy csak így fölfele tolja az embereket, hanem nagyon fontos az, hogy az anyagot tényleg át szellemesítsük,
illetve átfényesítsük. És emiatt azért a gyökércsak fontos, hogy a gyökércsakrának van egy olyan minősége, amikor tényleg ezek az alsó világok úgy tényleg szépen át tudnak fényesedni, és akkor ez a kettő így nagyon jól tudja tartani az embert. És egy tényleg nagyon szép áramlás, és egy nagyon biztonságos áramlás, egy biztonságérzet az ember életébe. És hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban? Hát igazából nekem valószínűleg ez a lefele való biztonság például az nehezebben jött, hogy itt a világban úgy jobban bele tudjam magam engedni, és hogy tényleg itt is érezzem ezt a megtartó erőt, ez a saját részem. A gyakorlóknál pedig azt látom, hogy igen, egyrészt a program nyilván működik anélkül is, hogy bármennyit így elhinnénk ebből, mert egyébként én is így jöttem ide, hogy nem azért, mert elhittem, hogy ez a történet működik, hanem mert egyrészt eléggé ki volt élezve a helyzet, másrészt úgy voltam vele, hogy megnézem, megpróbálom, és majd úgy is érzem, hogy mit tud ez az egész, illetve ezek a gyakorlatok, és hát a tapasztalás az megmutatta. És a gyakorlóknál azt látom, hogy ha valaki nem is annyira úgy élt, hogy nagyon kereste a kapcsolatot fölfele, amivel nincsen semmi baj, akkor is, ahogy például azt lehet látni, hogy a szívtől tisztulnak le dolgok általában, azért szépen meg tud indulni az áramlás fölfelé, és tényleg szinte automatikusan megszületik ez, illetve ahogy azért a terhek lekerülnek az emberről, azért az élet is más arcát tudja mutatni, és akkor azért mindenki megtapasztalja, hogy van itt azért bőven áldás, és hogy az nyilván nem csak az anyaghoz, sőt, nem az anyaghoz kapcsolható. Tehát valami azért lehet az egészben, ebben a dologban, amit földi életnek hívunk, tehát amögött van valami. És én azt gondolom, hogy nem kell ezt nagyon úgy címkézni, hogy ez most Isten, ez az amaz. Van valami, ami körülvesz minket, és a szeretetet lehet érezni. Én legalábbis azt érzem, hogy egy ilyen áramló, kellemes szeretet. Ez a gyökércsakra területe, ez nyilván nálam is egy ilyen fontos része volt. Amikor ide kerültem, egyrészt mint gyakorló, de főleg mint oktató, akkor így Anna még erősen szembesített azzal, hogy lefelé kéne dolgozni. És nem azért, mert nem volt hitem korábban, hanem azt mondta, hogy akkor tudnak ezek a felső világok megnyílni igazából, akkor tudnak ezek a felső területek jól működni, amikor van töltés a rendszerben alulról. És nyilván az alapoktól kell építkezni, mint egy hegy. Tehát a hegy is a lábánál a legszélesebb, a legstabilabb, a legerősebb, van benne tartás, stabilitás. És tényleg azt tapasztalom, hogy amikor megérkeztem, már akkor is olyan hitem volt ebben az egészben, hogy lebeszélni is tudtak volna semmiről. De menet közben, ahogy ez változott, ahogy a gyakorlás segített picit stabilizálódni, aztán picit jobban stabilizálódni, erősödni, ahogy erősödtek az energiavezetékeim, azt éreztem, illetve azt érzem, hogy ez a kapcsolódás, ez a hit dolog, ez egyre erősebben jelen van az életemben. És nagyon fontosnak tartom azt is, hogy ne csak akkor legyen meg ez a hitünk, illetve egy ilyen bizalom fölfelé, amikor egy vizsga előtt állunk, vagy egy nehéz életfeladatot kell megoldani, amikor egy picit nyomás van rajtunk, hanem legyünk hálásak, és legyünk akkor is egy ilyen fölfelé kapcsolódásban. Ahogy Anami is szokta mondani, hogy próbáljunk arra figyelni, hogy a fejtető fölött legyen a figyelmünk, mert igazából nem is a testben van annak a helye. És én nekem ez így nagyon sokat tud adni. És én ezt próbálom, illetve ajánlom, hogy próbáljátok itt is, hogy egy picit a figyelmeteket a fejtető fölé viszitek, és hogy mennyivel más tudatállapotot hoz, más testérzeteket hozhat magával az egész. Nem is gyakorlat, igazából ez egy folyamat, hogy folyamatosan figyelünk így a fejtetőnk fölé.
És tényleg nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak akkor legyen meg ez a kapcsolódás, illetve kérés, amikor baj van, vagy segítséget szeretnénk kérni, hanem amikor egy örömteli, áramló állapotban vagyunk akkor is, hogyha ez a kapcsolódás megvan, akkor még jobb tud lenni az, ami már úgyis jónak van elkönyvelve. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy lehet, hogy közhely, de hogy mindig legyen hitünk. Mm. És mindegy is, hogy miben igazából. Tényleg, hogy Fanni mondta, hogy minden csak egy bélyeg, egy megnevezés, hogy bízzunk és higgyünk. Meg hát nem mindegy, hogy az ember miből cselekszik. Tehát, hogy most egy igen, tényleg ebből az áramlásból cselekszik, ami mozdítja a világot, ebből a szeretetből, ebből a fényből, vagy illetve, hogy ott van ez a törekvés, mert nyilván ez egy folyamat, hogy az ember csak abból tudjon cselekedni. De törekedni így, ahogy mondta Tamás, lehet rá, hogy az ember figyel fölfele, és akkor, ha van egy olyan helyzet, ami egy kicsit úgy esetleg rángatósabb lenne, akkor picit megállni és megnézni azt, hogy mi az, ami abból fakad, hogyha fölfele figyelek, hogyha keresem ezt a kapcsolatot a mindenséggel, és akkor mit lépek, vagy egyáltalán lépek-e valamit, kell-e valamit lépni, mert azért ez nagyon fontos, hogy ne csak ilyen automata üzemmód, vagy ahhoz, hogy ne csak automata üzemmódba létezzünk a világban. Én azt is a hithez sorolom, hogy tényleg, hogy milyen cselekedetekben vagyunk. Tehát az is leképezi azt, hogy hogyan állunk ebben, hogy hogyan gyaloglunk itt a világban. Tehát nem csak konkrét helyzetekben nyilvánulhat meg. Igen. És ha már nem csak konkrét helyzetekről beszélünk, akkor mégis odafordítanám konkrét helyzetekre ezt az irányt, hogy biztos, hogy vannak mindenki életében egy picit nehezebb, feszültebb hétköznapok, akár az ismerettségben, a munkakörben, a családban. Nagyon fontos, hogy legyen meg az a jelenlétünk közben, amit Fanni mondott, ahhoz kapcsolódik, hogy nem mindegy, hogy honnan cselekszünk. Ha van egy jelenlét, de hétköznapi nyelvre úgy is le tudjuk fordítani, hogyha bármilyen negatív hatás jön, akkor számolj először 10-ig, miután cselekszel, vagy mielőtt cselekednél. Ezt egy jelenlétnek is lehet nevezni, egy ilyen tudatosabb jelenlétnek, az, hogy ott vagyok az adott élethelyzetben, és nem rögtön reagálom le, tehát nem egy ilyen reaktív folyamatként fog kibontakozni ezt, hogy bármi hatás, és rögtön jön az ellenhatás, hanem egy picit jelen vagyok a helyzetben, figyelek fölfelé, és megnézzük, hogy mi fog kibontakozni ebből. És amikor megvan ez a figyelem fölfelé, az a tapasztalat, hogy meg tud jelenni ez a szeretet szintén, amiről Fanni már beszélt. És talán ez a legfontosabb, hogy egy nyitottság és szeretet bennünk, akár egymás irányában, vagy fölfelé, vagy ugyan, amit mondta, szoktam mondani, az irányok azok nagyon fontosak, a jobbra, balra, előre, hátra, hogy ki tudjon terjedni ez a világban, el tudjon érni másokat is. Ez az érzés. És azért ez ad egy nyugalmat is. Mert azért elvezet minket arra, hogy tényleg a dolgok nagyon áramlásban vannak. Tehát most rosszul lenne az, hogy mulandó, hanem inkább ez egy ilyen körforgás, van egy áramlás a világban is, és nem annyira kell ráfeszülni feltétlenül a konkrét helyzetekre, hanem néha tényleg így csak meg lehet figyelni, figyeljük azt, hogy ránk hogy hat, a külvilágban mi van, és hát azok, amiknek meg kell történik, hogy fontosak, azok akkor úgy is beállnak, berendeződnek. Ami meg nem, akkor azon meg kár tényleg így energiapocséklásként feszülgetni, mert akkor az úgy is elsimul és a helyére kerül. És ha tényleg engedjük ezt, egyre inkább beengedjük a létezésünk ezt a szeretetet, ezt a szerető rendezőt, akkor ez egyre inkább meg tud jelenni. Igen. És egy picit szakmázunk még. Szakmázunk még. Szakmázunk még.
sok esetben találkozunk az egyéni órákon olyan gyakorlókkal, akiknél ez a terület alul működik, úgymond, tehát energia hiányos állapot van. Ilyenkor, ahogy a Chakra Program című könyvben olvashatjátok is, mint ilyen lenyomottság, mint egy könyv lenne a fejetekre téve, vagy egy ilyen lefelé tartó érzet. Ilyenkor az a tapasztalat, hogy mivel egy rendszerről van szó, tehát nem az a terület az, ami energia hiányos, hanem az a tapasztalat, hogyha mivel tényleg egy rendszerben gondolkozunk, a rendszer bármelyik eleme, bármelyik testszervény egy picit kibillen az egyensúlyából, ahhoz rögtön igazodni fog az összes többi terület is. Ez azt jelenti, hogy több energia megy el arra, úgymond a kompenzációra, mint a normál működésre, ezt így lehet mondani. És az a tapasztalat, hogy a gyakorlás egyrészt az otthoni gyakorlatok, amit bárki végezhet, az egyrészt az első gyakorlat, az a testvér gyakorlat nagyon klassz stabilitást tud adni, a többi meg már igazából már a szív és a felső területekről szól, és nagyon szépen tud visszaigazodni minden egyes testszervény a középpontjába, az energetikai középpontjába is. Meg tud szűnni egy úgymond alul vagy túlműködés, egy feszültségi állapot az adott testszervényben, és ahogy szépen igazodik a test, az anyagi test is, már a világi része is, szépen a felső területek is elkezdenek visszaigazodni, és akár az is előfordulhat, hogy minimális idő és energia ráfordítás van erre a területre, mégis nagyon szépé tud válni már azoktól a gyakorlatoktól, amiket így az órán, illetve a terápiás órán szoktatok kapni. Úgyhogy igazából nagyjából szerintem mindent elmondtunk erről, amiről most tudtunk. Nagyon jó, igen. Kristályok, vizek. Nagyon sokat tud segíteni. Egy koronacsakra töltő és tisztító kristály, hogy szoktuk mondani, a tisztító a bal kézben, a töltő jobb kézben. Akár meditálni is lehet erre a területre figyelve, ide lélegezve, el tud indulni egy áramlás. És a hanganyagokat például, ezt ingyenesen hozzáférhettek, a YouTube csatornánkon fel van töltve a test fél év meditációs CD-hez, és már a lélek meditációs, lélek fél év meditációs CD-hez tartozó koronacsakra meditációs gyakorlat is. Úgyhogy nagyon klassz források elérhetőek ehhez a területhez. De ha szeretnétek ebben komolyabb előrelépést, akkor nyilván javasoljuk az otthoni gyakorlatoknak a végzését, illetve gyertek órára, egy picit komolyabb, nagyobb, megtartóbb erőtérben tudtok gyakorolni. Akár a koronacsakra órán is kifejezetten erre a területre van hatással. És tényleg nagyon sokat segít. Eleinte én sem hittem a vizekben és a kristályokban sem, de már olyan tapasztalataim vannak ezekről a segítségekről, kellékekről, hogy mindenképpen csak javasol, ajánlani tudom őket. Úgyhogy az ideális körülmények között a víz, a hanganyag, a kristály, a gyakorlás nagyon szépen meg tudja teremteni azt a harmóniát, azt az egyensúlyi helyzetet, amit így szeretnénk minél inkább elérni. De nyilván a lehetőségekhez mérten már csak otthon gyakoroltok velünk. Eleinte mindenképpen javasoljuk, hogy egy kisebb visszafogottságot a gyakorlatokban, például a módosított gyakorlatokkal célszerű kezdeni, főleg, hogyha bármilyen egészségügyi probléma van, amiről tudtok is. És hogyha egy picit stabilizálódtok, jobban érzitek azt, hogy megvan a súly a talpakon, én akkor javasolnám csak, hogy elkezdjetek fölfelé adni, főleg a szellem és az egység fél év gyakorlatokkal, de azokkal is mindenképpen egy picit lágyabb van az elején. Úgyhogy reméljük tudtunk segíteni nektek és hozzátenni ahhoz a térhez, ami a fejtetőtök fölött is megtalálható. Úgyhogy szeretettel várom mindenkit az órákon. Én még egy dolgot mondanék, ha nem baj, hogy sokan azt figyeltük meg, hogy sokan féltek, vagy tartottuk kicsit a felső területektől. Igen. Mind például a vízfogyasztásból látjuk, hogy a koronacsakra víz az talán kevésbé fogy, és nyilván gyakorlatokat, hogyha valakinél olyan a helyzet, akkor az oktatók is ugye úgy szokták módosítani, meg ugye úgy is van a módosított gyakorlat, hogy bizonyos esetekben óvatosabban, és akkor erre érdemes odafigyelni. De alapvetően, mivel ez egy élő energia,
És a vizekben és a kristályokban is ugye ez az energia van benne, illetve ebből az energiával vannak összehangolva. Emiatt ez nem úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk megveszem a koronacsakra vizet, akkor úgy kilövök a világűrbe, hogy nehéz lesz visszatalálni. Nem ez történik. Én például emlékszem, amikor volt a nyílt nap, a legelső nyílt nap, és nem is tudom, talán minden órás százal, ha voltatok, tehát tényleg egy olyan helyzet volt, amikor nagyon-nagyon fontos volt a jelenlét, de a stabilitás is. És én egész nap, nem szándékosan egyébként, koronacsakra vizet ittam, szerintem 4,5 liternyit megittam. És egyáltalán nem éreztem azt, hogy el vagyok szállva, egy pillanatra se, nagyon erős stabilitást éreztem, tehát tényleg így lefolyt a víz egészen a talpam alá, és de közben megvolt ez a felső, nagyon tiszta felső kapcsolat. És ennyi koronacsakra vizet így egyszerre én sem ittam még meg. Most már egyébként szoktam, mert jó érzés, de ezt gondoltam, hogy megosztanám így a végére feletek, mert nem kell tőle annyira tartani. Tehát ezek a területek, hogyha ideálisan, mederbe tartottan vannak kezelve, és mi nagyon figyelünk arra, hogy ez így legyen. Persze, ahogy Tamás is mondta, ehhez kérünk benneteket is, hogy nagyon fogadjátok meg minden egyes tanácsunkat, és mindent, amit az oktatók javasolnak, mert ez akkor tud igazán megtörténni, akkor ez nagyon szépen tud, értetek tud dolgozni, és nem arról szól, hogy katapultálna benneteket bármerre, akár a koronacsakra, akár a harmadik szemvilágába. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek bennünket. Köszönjük. És kövessetek bennünket a YouTube csatornánkon, a Facebook csatornánkon, a Facebookon két csatornánk is van. Ez nagyon fontos, hogy tudjatok róla, hogy van egy részt a Zanami Program Magyarország, illetve a Zanami Worldwide csatorna. És a Worldwide az a Facebook oldalunk, ahol a külföldi roadshowkra első kézből fogtok tudni információkat szerezni, az időpontokról, a jelentkezésekről, a hogyanokról, úgyhogy mindenképpen érdemes követni azt az oldalt is. Illetve az Instagram oldalunkat egy picit szabadabb, kevésbé kötött formában vagyunk ott is jelen. Úgyhogy én mindenkinek jó gyakorlást kívánok, legyen meg a hitetek magatokban elsősorban. És várunk benneteket szeretettel. Sziasztok! És várunk benneteket, sziasztok!